61. fejezet Három napig, jobban mondva három éjjel, semmi sem zavarta meg békességüket. A börtönbeli rendes foglalatosság elvégzése után, amely abból állt, hogy a halottakat külön kellett választani az élőktől és a súlyos betegeket az egészségesektől, és miután a fáradt őrök lefeküdtek aludni a folyósókon, Vinicius bement a pincébe, amelyben Lügia feküdt, és vele maradt mindaddig, amíg a hajnal be nem pillantott az ablakrácson át. Lügia fejét Vinícius mellére hajtotta, és így beszélgettek a szerelemről és a halálról. Beszédjükben, sőt vágyaikban és reményeikben is mind a ketten önkéntelenül egyre jobban eltávolodtak az élettől, és mintha már nem is érezték volna, hogy élnek. Olyanok voltak, mint akik hajón eltávolodnak a szárazföldtől, már nem látják a partokat, és lassanként beleolvadnak a végtelenségbe mindketten fokozatosan átalakultak az egymás és Krisztus iránti szeretetükben elmerült szomorú lelkekké, amelyek már elröppenni készültek. Csak az ifjú lelkéből szakadt fel néha a fájdalom, mint a vihar, és néha a cikázó villámként csillant meg benne a remény, a szerelem és a megfeszített Krisztusba vetett hit szülötte, de ő is napról napra jobban elszakadt a földtől, és adta át magát a halálnak. Reggelenként, mikor... Kiment a börtönből, úgy bámult a világra, a városra, ismerőseire és a hétköznapi dolgokra, mintha álomban látná őket. Mindent idegennek, távolinak, meddőnek és mulandónak látott. Már a kényszenvedés rémesen félelmítette meg, mert úgy érezte, olyas valami az, amin gondolatokba mélyedve, szemét valami másra szegezve lehet átmenni. Mindketten úgy érezték, hogy már az örökké valóság veszik körül őket. A szerelemről beszélgettek, arról, hogyan fogják szeretni egymást, és hogyan élnek majd együtt, csak éppen a síron túl, és ha a gondolataik néha mégis visszatértek a földi dolgokhoz, az is csak olyan volt, mint mikor a hosszú útra készülődő emberek az utazási előkészületekről beszélgetnek. Egyébként olyan csend vette őket körül, mint valami puszta helyen elfeledve álló két oszlopot. Már csak az volt a fontos nekik, hogy Krisztus el ne őket egymástól, és mikor minden perc megerősítette őket a biztonságban, úgy megszerették Krisztust, mint a végtelen boldogságot és békességet. Azt a kapcsolt, amely majdnem összeköti őket egymással. Már a földön lehullott róluk a föld Lelkük tiszta lett, mint a kristály. Itt, a halál ijesztő árnyékában, a nyomorúságban és a szenvedések között, itt a börtön vackán elkezdődött már számukra a mennyország, mert a kézen fogta szerelmesét, és már mint megváltott és szent vezette őt az örök élet forrásához. Petronius pedig csodálkozva látta Vinícius arcán az egyre mélyebb békességet és fényeket, amelyeket eddig sosem látott. Agyában néha megvillant a sejtés, hogy Vinícius valami mentőutat talált, s bántotta, hogy őt nem avatja be titkába. Végül is nem bírta már ki. Most egészen más vagy, mint voltál, jegyezte meg. Ne titkolózz hát előttem, mert segítségedre akarok és tudok lenni. Kisütöttél valamit? Ki, felelte Vinícius. De ebben már nem lehet segítségemre. Lőgi a halála után bevallom, hogy keresztény vagyok, és megyek utána. Tehát nincs remény? Dehogy nincs. Krisztus visszaadja őt nekem, és akkor soha többé el nem szakadunk egymástól. Petronius arcán a csalódás és türelmetlenség kifejezésével járt fel alá az átriumban, majd így szólt. Ez nem kell a ti Krisztusotok, ezt a szolgálatot megteheti neked a mi tánatoszunk is. A görög-római hitregében a halál istene. De Vinícius szomorú mosolyjal mondta. Nem, kedvesem, csak te nem akarod megérteni. Nem akarom és nem is tudom, felelte Petronius. Nem vitatkozásra való idő ez, de emlékszel, mit mondtál, amikor nem sikerült őt a túliánomból kiszabadítanunk? Én minden reményemet elvesztettem, te pedig hazafelé menet azt mondtad, én pedig hiszem, hogy Krisztus visszaadhatja őt nekem. Hát adja vissza! Ha egy drága serleget a tengerbe dobok, a mi isteneink közül egyik sem tudja azt nekem visszaadni, de ha a tietek sem tudja, akkor nem látom, hogy miért tiszteljem őt jobban, mint a régieket. Ő vissza is adja, erősítette Vinícius. Petronius vállat vont. Tudod-e, kérdezte, hogy holnap a keresztények testével fogják kivilágítani Cézár kertjét? Holnap? ismételte meg Vinícius. És a borzalmas valóság közelsége mégis fájdalommal és iszonyattal remektette meg szívét. Elgondolta, hogy talán ez lesz az utolsó éjszaka, amelyet lügiával tölthet, Elbúcsúzott hát Petróniusztól is, sietett a potikulumok felügyelőjéhez, hogy tesszeráját átvegye. De egy csalódás várt rá, mert a felügyelő nem akart neki tesszerát adni. Bocsáss meg, uram, mondta. Mindent megtettem érted, de az életemet nem kockáztathatom. Ma éjszaka elviszik a keresztényeket Cézár kertjébe. A börtön tele lesz katonákkal és hivatalnokokkal ha felismernének, elvesznék én is, és a gyermekeim is. Vinicius megértette, hogy itt hiába való volna minden rábeszélés. De azért megvillant benne a remény, hogy a katonák, akik már sokszor látták, talán a tesszera nélkül is beengedik. Amint az éjszaka beállt, most is felöltött tehát daróc tunikáját, fejét bebugyolálta, s odaállt a börtön kapujába. Ezen a napon azonban még szigorúbban megvizsgálták a tesszerákat, mint máskor, sőt, Szévinusz a szíve lélekkel Cézárhű százados felismerte Viníciuszt. De vasbabu szorított mellében nyilván pislogott valami szánalomféle az emberi balsors iránt, mert ahelyett, hogy lándzsájával pajzsára ütve riasztotta volna katonáit, félrevont a Viníciuszt, és azt mondta, Menj haza, uram, Felismertelek, de hallgatok, mert nem akarlak elveszteni. Be nem ereszthetlek, de menj haza, és az Istenek adjanak neked egy Ha már be nem engedsz, felelte Vinícius, engedd meg, hogy itt maradjak, s lássam, kiket visznek el. Ezt nem tiltja a parancs, egyezett be lesz Vinicius megállt a kapu előtt, és várta, hogy az elítélteket kihajtsák. Végre éjfél felé kitárult a kapu, és hosszú sorokban tódultak a rabok, férfiak, nők, gyermekek körülfogva fegyveres pretoriánoszokkal. Holt tölte lévén, az éjszaka nagyon világos volt, úgy, hogy nem csak az egyes alakokat, hanem a szerencsétlenek arcát is fel lehetett ismerni. Hosszú, komor menetben, párjával vonultak a mély csendben, amelyet csak a vértezett csörgése zavart meg. Olyan sokan voltak, mintha az összes pincéket kiürítették volna. Vinicius a menet végén megpillantotta Glaucus orvost, de sem Lügiát, sem Ursuszt nem látta az elítéltek között.